Szépen énekel, szép a hangja. Szépen énekel, igen. Meg fogja bánni idővel. Hát egy életre van mindenkinek úgy dönt, vagy úgy csinálja dolgot, hogy ő szeretné. De most én csak a gyereket sajnálom. Igen. Köszöntöm a Blik nézőit és olvasóit. Hevesen vagyunk, ahol ma este Tóth Gabi a Fricska nevezetű néptánc együttessel fog fellépni. Mindannyian hallottuk és olvastuk az elmúlt napokban, hogy milyen hírek keringtek arról, hogy Tóth Gabinak tönkrement a házasság a Krausz Gáborral, és olyan híreket is lehetett olvasni, amelyek szerint a Fricska egyik táncosával, Pap Máté Bencével van együtt. Most az embereket kérdeztük arról, mit gondolnak Gabinak a kapcsolatáról, és hogy miért jöttek el a koncertre. Megmondom őszintén, hogy én az ilyen híreket nem figyelem. Ezt a tőnek kell eldönteni, hogy hogyan alakítsa az életét. Azt a kapcsolatot nem ebben kellett volna elrontani. Kicsit unal, most szerintem. És mit gondol egyébként? Magánügy. Én szerintem ez magán. A mai világban ez már nem újdonság, csak önállal van fölkapva ez, mert ő közösségi ember. Ő neki a saját magánügyük. Nagyon csúnya, nem kell vele foglalkozni. Ez az ő magánélete. Most bárki elválhat, igaz? Hát most nekem semmi közöm hozzá. Ő tudja, nem az, én nem vagyok az ő cipőjében, hogy most mi volt, hogy volt. Ez az ő élete, úgy, mint művésznő. Úgy befülöm, meg a Fricskát is, hát az, hogy... És azt tudja, hogy a Fricska egyik tagjával hozták. Igen, mert Weiss Viktor is felhozta itt a Fricskát. De hát, tényleg? Igen, de ez az ő magánélete, hát szerintem nekünk semmi közünk, mert mint kívülálló úgyse tudunk beleszólni. Mindenkinek van egy zsákja, amit cipelünk, ennyi. 63 éves vagyok, figyelj, de ez így van. Mindjájunknak van. Én is most egy szar helyzetben vagyok, de van két gyönyörű gyerekem, négy gyönyörű unokám, és értük élek. Hát most figyeljen ide, ha ön elválik, mi közöm hozzá? Persze. Csak hát nyilván más, aki a reflektorfényben él. Igen, mert egy sztár, meg ugye közéleti személyiség idézőjelben, de csak mindent tudnak róla. Hát ennyi. Csak én a gyerekemet nem dobtam volna el. Egy férfiért. Hát az igazság. Elsőbb a gyereke. Egy pillanat lehet, hogy meg fogja bánni. Nagy szerelem lehet, vagy nem tudom. Gábor teljesen bele van betegedve, nagyon sajnálom, szegény. Ne, az a véleményem végül is, hogy lehet, hogy Gabi hibás, vagy nem tudom, de most én mégiscsak az a véleményem, ez az ő dolgok, mert már az előtte is volt neki jele. Meglepett a dolog nagyon. Azt függetlenül, hogy ember vált valamit, vagy csinálva itt, akkor az attól még nem kell állandóan belenyomni a sárga földbe. Ez az ő dolgok. Én szerintem mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy énekel, meg hogy nagyon tetszik a... Táncos fiúk, aha, szoktam nézni a neten, aha, is. Én legalábbis elhívva vagyok, akármilyen híres vagy akármilyen, mindenkinek a magánélete.